Még 2018-ban Domonyi László polgármester nyitotta meg a Kiskörösi Kaktuszmúzeumot. Ma már a Petróci család 5000 fajta kaktuszból álló gyűjteményét csodálhatják meg a látogatók a Csokonai utcában. Petróci Nénosza Piroska, a férje, az édesanyja és a két fia éveken keresztül fáradozott azon, hogy létrehozza a páratlan színvonalú múzeumot. A világ minden részéről származó gyűjteményt a család évről évre gyarapította. Annak idején még a fiai, Bence és már és is kaktuszokra költötték zsebpénzüket. A növényeknek helyet kerestek, így épült meg a fóliaház, az üvegház és a téli kert. Azóta pedig újabb területeket is meghódítottak a kaktuszok. Van itt a házunk mellett egy másik ház, ahol van egy nagy fólia, ott is most már kaktuszok vannak, és az izsáki útban van egy tanyánk, ahol 600 négyzetméteres fóliáink vannak, ahol szintén tele kaktuszokkal, pozgásokkal. Felsorolni lehetetlen lenne a világ minden részéből származó növények fajtáját. Láthatóak itt többek között Mexikóban honos oszlopkaktuszok, óriás hordókaktuszok, a tekila alapanyagát adó agavék, miniatűr mexikói gömbkaktusz ritkaságok. Az ariókarpuszok azok, amik nagyon nagy ritkaság, és sok ritkaság van, talán a méretek azok, meg a kor, ami nálunk nagy ritkaság számba megy, ugyanis olyan idős növényeink vannak, amik több száz éves növények, és ez, erre azt lehet mondani, hogy szinte Európa szinten nincs másik ilyen nagy gyűjtemény, mint ami nálunk van. Az eltelt évek során már sok-sok busz érkezett a múzeum szűk utcájába, hogy a látogatók megcsodálhassák a kaktuszgyűjteményt. Az egyik nagyon-nagyon kedves emlékem, egy 60 fős csoport látogatott meg Erdélyből, és nagyon-nagyon tetszett nekik a múzeum, mondták, hogy nagyon sok felé jártak, de ilyen csodálatos és ekkora nagy gyűjteményt még nem láttak, és ennek tiszteletére a látogatás végén elénekelték nekünk a Székely himnuszt. A múzeum olyan helyen található a városban, aminek megtalálása és megközelítése kicsi nehézkes. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha esetleg kaphatnánk kiskörös várostól egy táblát, ahol ki vagyunk táblázva, hogy igenis vagyunk, létezünk, és főleg az, hogy merre kell jönni, mert talán ez okoz a leges legnagyobb problémát, hogy amikor jönnek a vendégek, és nem találnak meg bennünket, mert a GPS a másik csokonai utcába viszi. A család sokat jár vásározni, a fiadában nevelkedett kaktuszaikat árulni, a kiállításokon, vásárokon pedig ők maguk is beszereznek, csereberélnek ritkaságokat. Híre ment, hogy van egy kaktuszgyűjtő kiskörösi család, és többen megkeresték őket, hogy nekik ajándékozzák megunt kaktuszaikat, sőt elhunyt kaktuszgyűjtők örökségeit is felvásárolják. A Kaktusz Múzeum előzetes bejelentkezés után minden hétköznap 8 és 20 óra között látogatható kiskörösön a Csokonai utca 37-es szám alatt. Előzetesen bejelentkezni a képernyőn látható telefonszámon lehet.